Régi csempék, korszerűtlen víz- és villanyvezetékrendszer, kopott padló. Ez a kép fogadta a Gyík utcai bölcsödébe látogatókat csütörtök délelőtt. Az intézményt teljes körűen felújítják, a munkaterület átadáson elhangzott, az épületet 1981-ben adták át. Azóta igencsak elavult, korszerűsítve alig volt, csak kisebb felújításokat végeztek rajta. A gyerekfürdőszobáknak a járólapja, a gyerekeknek a fürdetési helyei, ezeket fogják felújítani, csapokat cserélnek, nyilázárót cserélnek, az összes járólapot kicserélik a szobáknál, az ablakokat kicserélik, a tetőszerkezetet megjavítják, úgyhogy ez az épület teljesen a padlástól a pincéig teljesen fel lesz újítva. A munkálatokat a Partiscombau Kft. Végzi, melynek során úgy építik át az intézményt, hogy azt a mozgásban akadályozottak, a hallás- és látássérültek is tökéletesen használni tudják. Most van arra lehetőségünk egy intézményfejlesztési programba, hogy évente két-két bölcsödét föl tudunk újítani. Itt ugye jelennünk kell arra, hogy mivel teljesen üresen adjuk át a bölcsödét a kivitelezőnek, gondoskodni kell a gyerekek elhelyezéséről. Itt ebben az esetben 4 különböző bölcsödébe szorítottunk a közel 100 gyereknek helyet. A gyerekek a felújítás idejéig a Rókusi körúti, a Cső utcai, a Hajlat utcai, valamint a Siha közi bölcsödékbe járnak. Várhatóan majd szeptemberben költözhetnek vissza a megújult Gyík utcai épületbe. A város uniós forrásból 320 millió forintot fordít a felújításra, melyből csak a kivitelezés 301 millió forintot tesz ki. A tervek szerint ezzel nem állnak meg a felsővárosi fejlesztések, a város a bölcsöde melletti óvoda átépítését is tervezi, de erre várhatóan csak jövőre lesz lehetőség.